veszélyes betegfákat vágtak ki a szakemberek a szexuális Prometheus Parknál pénteken délelőtt. Összesen 41 ilyen beavatkozás van tervben, március 31-ig a Tolnai Vármegye székhelyen. A munkások itt a Zöld Város projekt építési területeit készítik elő. Nem csak itt mérik fel viszont a növényzet állapotát, a hivatal dolgozói az egész várost átnézik, hogy ne fordulhasson elő ismét olyan, mint a két héttel ezelőtti szélvihar esetén, amikor köz- és magánterületen levő hatalmas fák is kidőltek, veszélyeztetve a személy és vagyonbiztonságot. Egyértelmű, hogy a Szekszárváros területén veszélyes fák vannak, ezek a fák túlnőtek. Túlnőtek azon, hogy esetleg a gyökerük előregedett, vagy túl nagy a koronájuk, van rajtuk, elszáradták, ezeket le kellene vágni róluk. Tehát volt egy ilyen ifjító gajazás több tíz évvel ezelőtt kezdődött Szekszárvárosban, ami azt jelentette, hogy a vastag törzsek megmaradtak, a nagy lombkoronát levágták, és ettől kezdve a fa föllélezett és újrahajtott. Most a szakemberek ugyanezt szervezik a még megmenthető növényekkel, csak akkor vágják ki azokat, ha már komoly baj van velük. De a helyiek is jelezhetik, ha közterületen, a saját vagy a szomszédjuk udvarán olyan fát látnak, ami ki is dőlhet. Az ilyen e-maileket a hivatal munkatársai a veszélyesfakukac@szekszárd.hu címre várják. És hogyha valaki a veszélyesfakukac@szekszárd.hu e-mail címre bejelent egy veszélyes fát, azt kérnénk, hogy mindenképpen hagyjon meg egy telefonos vagy bármilyen elérhetőséget, amin később, hogyha a kollégáknak pontosítani kell esetleg a helyszínt, vagy azon a helyen esetleg több fa van, nem egyértelmű, hogy melyik fáról van szó, akkor mindenképpen föl tudják vele venni a kapcsolatot. Emellett a megadott e-mail címre egy fotót és a helyszín pontos megnevezését kérik küldeni a hivatal munkatársai.